Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora május 3-án szerdán. Közeledik az érettség időpontja, ezért oktatási kérdésekkel is foglalkozunk ma. Emellett vendégül látjuk Tiszadó polgármesterét, akivel megbeszéljük azt is, hogy újra nyit majd hamarosan az Andrássy kastély. Tartsanak velünk! Fejlődő Tiszadob, komoly turisztikai fellendülés a folyópartján. Vármegyei közgyűlés, beruházások és finanszírozás. Együttműködés, támogatja a Debreceni Egyetem a Vasvári Pál gimnáziumot. Fontos turisztikai fejlesztés segíti Tiszadob fejlődését a Nyíri Mezőségi Top Turisztika Program részeként, a szabadstrand fejlesztése és egy vízi tanúsvény kialakítása is vonzóbbá teheti Tiszadobot a turisták számára. A részletekről Tiszadob polgármesterét, Bán Györgyöt kérdezem. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok minden történik Tiszadobon, de kezdjük akkor ezzel a Nyíri Mezőségi Top Turisztikai fejlesztéssel. Szabadstrand, pontosan mi az, ami a program része? Tiszadob tulajdonképpen egy elég nagy pályázati összeget kapott az Andrássy kastély felújítására, úgynevezett uniós pályázatot. Annak idején a megye támogatta ezt a pályázatot. Összességében egy 2,2 millió forintból megújult az Andrássy kastély. És hát tulajdonképpen úgy történt, hogy a Nyíri Mezőségi turisztikai programból már ki is maradtunk volna, mert ugye az Andrássy kastély további fejlesztésére is vannak, vagy voltak, vagy lesznek pénzforrások. És hát a fejlesztési ügynökség gyakorlatilag egy ilyen beszélgetésre meghívott engem is, mint település polgármesterét, és hát tájékoztattak arról, hogy Tiszadobra ebből a Nyíri Mezőségi programból nem sok pénzt szánnának, mivel Tiszadob egyébként jelentős összegeket kap az Andrássy kastély felújításával kapcsolatban. Hát ugye ennek a beszélgetésnek az lett a végeredménye, hogy én elmondtam azokat a lehetőségeket, ami az Andrássy kastélyen kívül Tiszadobon van, és hát tulajdonképpen össze lehet hozni a Andrássy kastélyba eljövő turistákkal. És megemlítettem itt a vízi lehetőséget. Tiszadobon van egy 85 hektáros holtág. Ennek a holtágnak van egy úgynevezett szabad strandja, amit a településre is mondhatnám, hogy évtizedek óta, de azt mondom, hogy a múlt század, illetve az előtti század közepétől használhatott. Tehát 1846-ban szabályozták a Tiszát, és akkor a Tisza szabályozás kapcsán kimaradt egy 85 hektáros vízi terület, amit holtágnak nevezünk, és hát ez ugye álló víz, és ebbe itt volt kiépítve ez a szabad strand. Annak idején még az önkormányzat hozta létre, illetve hát az önkormányzati működtetés előtt gyakorlatilag ide jártak le a tiszadói lakosok fürödni, állatokat fürdetni, tehát ez a szabadstrand adott volt. Aztán elmondtam azt, hogy Tiszadob környékén, ugye a töltéseket kihasználva, mintegy 12,5 kilométerre van egy látogatóközpont, az úgynevezett Kesznyéteni látogatóközpont, ahon őshonos állatokat tartanak, és hát gyakorlatilag ezt a látogatóközpontot is, aki a kastélyba látogat, eljöhet megnézni, bár az ugye már átesik Borsod megyébe, viszont közel van hozzánk. Még egy érdekessége van Tiszadobnak, ugye Tiszadobon mindenki a település közepén vagy a településen keresi az úgynevezett tiszaszabályozási emlékműveket, viszont ezek a tiszaszabályozási emlékművek nem Tiszadob belterületén vannak, hanem Tiszadob belterületéhez 2 kilométerre a Tisza folyónak a bal töltésén van kiépítve egy 3-as emlékmű, ugye megtalálható a Széchenyi emlékmű itt, megtalálható az Andrássy emlékmű, és ugye megtalálható, úgy hívjuk, hogy vásárhelyi emlékmű, tehát ugye van a ötletgazda, van a tulajdonképpen a területgazdája, és van a kivitelezés tervezője.
akik megálmodták ezt a Tisza szabályzatot. És tulajdonképpen 1846-ban itt Tiszadobnál történt ez a Tisza szabályzás, és ahogy elmondtam, ebből a Tisza szabályzási konkordból kimaradt egy 86 hektáros rész, azt ugye Állótiszának is hívjuk, régiesen Holtiszának. Na itt van ez a strand. Hát ennek a strandnak gyakorlatilag nem volt kiépített része, olyan értelemben, hogy tehát vendégeket lehessen fogadni. Tehát végső soron úgy gondolok, hogy ide pályáznánk egy dologgal. Aztán van nekünk egy hatalmas gyűjteményünk, ami tiszadobi történelmet gyűjtötte össze gyakorlatilag nagyon régtől napjainkig. És hát tulajdonképpen egy gyűjtemények házát kellett volna rendbe rakni. És amikor felvetettük, hogy ehhez a szabad strandhoz építsünk egy ilyen vendégfogadót, vagy fogadóhelyet, és a szabad strandhoz építsük meg, vagy a kastély vendégeinek a fogadásához hozzuk létre, vagy működtessük ezt a helytörténeti gyűjtemények házat, tehát újítsuk fel ezt a házat. És hát ugye arról beszélek, hogy nem messze vannak külterületi láthatósági turisztikai témák, ezért úgy gondoltuk, hogy valami eszköz is kéne, tehát pályáztunk kerékpárokra, gyakorlatilag mivel a víz mellett vagyunk, és a víz ad a turistának szórakozási lehetőséget, pályáztunk sárkányhajókra, pályáztunk kajakokra, és hát tulajdonképpen, ha ezt a turisztikai pályázatot összefoglalnám, akkor hármas felosztásba lehetne megemlíteni. Az egy első az, hogy ehhez a szabad strandhoz építettünk egy úgynevezett közösségi fogadóteret parkolókkal. Felújítottuk a helytörténelmi gyűjtemények házát, és beszereztük több mint 12 millió forint értékbe azokat az eszközöket, amelyek a Tiszadobra látogató turistának a szórakoztatására alkalmasak, illetve ezekkel az eszközökkel, itt a kerékpárokra gondolok, meglátogathatják tulajdonképpen a külterületen lévő történelmi emlékműveket. Mert legyünk őszinték, a Tisza szabályozása az a magyar történelemnek egy csücske, egy része, és hát nagyon sok ember van ebben az országban, de országhatáron kívül is, aki hallott, olvasott róla, hogy hol kezdték a Tiszát szabályozni, de hogy pontosan hol van az a 0-0 pont, hát az a 0-0 pont ott van, ahol ez a három emlékmű körül veszi, és hát bizony ide elmennek és meglátogatják. Nagyon komplex élményt nyújt akkor, hogyha az ember ellátogat Tiszadobra. Ennek ugye az egész fejlesztésnek az égköve maga az Andrássy kastély, ami gyönyörű, most csak sajnos kívülről látható. A park is nagyon gyönyörű, a Tisza parti rész is nagyon szép. Mit kell tudni magáról a kertről, és polgármester úr, hogy van tájékoztatva, mikor lehet már újra felújítás után újra megnézni a kastély belülről? Tulajdonképpen a kastélynak hát maga a kastély tényleg nagyon szép. Szóval abban az állapotban is szép volt, amikor még gyermekvárosként funkcionált. Tehát azért legyünk őszinték, hogy ez a gyermekvárosi időszak azért rontott a kastély állapotán. Egy picit a eredeti környezetet is rombolta azzal, hogy 1950-es stílusú épületállomány került be a parkba, és hát végső soron vissza kell adni a parknak, illetve az Andrássy kastélynak azt a jelentőségét, amit megérdemel tulajdonképpen. Az Andrássy család az egy híres magyar család, és hát tulajdonképpen Andrássy Gyulának, idősebb Andrássy Gyulának ugye volt ez a kastélya, persze ezt későbbiek folyamán fia, ifjabb Andrássy Gyula is lakta. A gyermekintézmény az 2007-ben került ki a kastélyból, gyakorlatilag egy előtervezés után a kastélyt uniós pályázat és megyei önkormányzati pénzforrásból felújításra került. Ezt hívnám én első felújításnak. És tulajdonképpen ez a kastély már szolgálta turistákat turisztikai látványosságként.
A legutolsó évben, amikor még az újabb felújítást nem kezdték meg, akkor mindegy 42 ezer ember fordult meg a kastélyba. Azért egy ilyen kis településen, egy ilyen megyei tiszadobi látványosságnak gyakorlatilag tényleg égköve ez az Andrássy kastély. Az Andrássy kastély második felújításában újították fel a parkot. Tehát a park az nagyon első felújításkor is kapott egy pici felújítást, de úgymond a mostani turisztikai igazi képét most kapta meg a második felújításkor, tehát a park az már látogatható. Képviselő úrral, dr. Vinay Győző úrral ez év május 19-én Budapesten a BM-nél voltunk egy egész más ügybe, és gyakorlatilag képviselő úr akkor találkozott a NÖF igazgatóasszonyával, és tulajdonképpen igazgatóasszony azt az ígéretet tette, amiben én úgy gondolom, hogy most már hihetünk, hogy novemberben látogatható lesz a tiszadobi kastély, tehát megnyíl a nagy közönség előtt. És gondolom utána aztán újra. Bár én úgy tudom, hogy hogyha nem is lehetett bemenni a kastélyba, de a maga a park, a kert is nagyon sok látogatót vonzott. A tavalyi évben mondta a kastély igazgatója egy látogatásunk során, hogy több tízezer ember jön el csak a parkba szétnézni. Igen, igen. Szóval az igazság az, hogy egy ilyen 2-4 ezer ember jött el még ebbe a hűvösebb időszakokba is havonta a parkot meglátogatni. Hát a parknak önmagának és a park különböző pontjáról a kastély külsejének csodálatos látványa van. Tehát előszeretettel használják, vagy alkalmazzák a új házasodók fotóháttérnek az Andrássy kastélyt, vagy az Andrássy park fáit. Hát el kell mondani, hogy több évszázados fák vannak a parkban, és hát tényleg egy olyan csodálatos területen helyezkedik el, hát nem véletlen ide építették ezt a kastélyt, hogy a hátterébe a Tokaji hegy, pláne hogyha napos idő van, gyönyörűen látszik, tehát lehet olyan montázsokat csinálni fényképen, hogy a Tokaji hegyet is közel lehet hozni a kastélyhoz, és nagyon érdekes képek születnek. Zárásképpen néhány gondolatot beszéljünk még Tiszadobról, az ez évekről, hiszen nyilván van egy turisztikai fejlesztés, az egy dolog, de azért azon túl is nagyon sok olyan terv lehet a polgármester, az önkormányzat tervei között, amit idén esetleg el lehet kezdeni, meg lehet valósítani, és megkönnyíti a ott lakók mindennapjait. Bizonyos értelemben kedvező helyzetben vagyok, mint polgármester, mert ugye a tavalyi évnek a áthozatalával, vagy az ez évre való megvalósításával egy csomó olyan, pár olyan dolgot fejeztünk be, ami most fog megjelenni a településen. Az egyik az, hogy tavaly megkezdtünk egy bölcsődéépítést, amit egy szolgáltatás átalakításából vagy felújításából valósítottunk meg. Ennek a bölcsődének közel 46 millió forint volt a felújítási értéke, tehát egyáltalán egy bölcsődével alakítsuk, és hát tulajdonképpen ebbe a pályázatunkban volt még egy közel 7 millió forintos eszköz. Beruházás, hát ez megvalósult, most vannak a hatósági eljárások, ugye egy bölcsőt megnyitásához komoly hatósági engedélyekre van szükség. Most folynak a hatósági engedélyezések, és gyakorlatilag azt tervezi képviselőtestületünk, hogy szeptemberben nyitjuk a bölcsődét. Egy nagyon érdekes programon vagyunk túl. Tiszadob tulajdonképpen belekerült egy kehopos ivóvíz megújítási programba. Ez azt jelenti, hogy a településnek van egy tanyai település része, ezt úgy hívják, hogy Rejetanya, és ezen a Rejetanyai településen ugye hát elég rossz volt az ivóvíz. Mondanám azt, hogy kémiai úton kellett javítani az ivóvizet, hogy egyáltalán írható legyen. Viszont Tiszadobon nagyon jó minőségi víz van. Tehát gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy a megye egyik legjobb vize. És hát arra pályáztunk mi, már nagyon régen megkezdtük ezt a pályázatot, és most értünk a végére, tehát
Most áprilisban volt a végleges műszaki átadása a beruházásnak, ami közel 500 millió forintba került. Ez egy keopos pályázat, amivel Tiszadobnak azt a vezetékrendszerét megújítottuk, ami hát az egészséget nem szolgálta, az úgynevezett azbeszt vezetékeket, és hát kivittük Rejet anyára a jó minőségű ivóvizet, sőt, 5 kilométerre hozzánk lévő Tiszadada rendkívül rossz ivóvíz bázison csücsül, és a lakosság rendkívül sokat szenvedett a rossz ivóvíz miatt, ezért ugye Tiszadadára is tiszadobi vizet vittünk át, persze az a dadai pályázathoz tartozott, Tiszadada külön pályázott arra. És hát ez a másik örömteljes dolog a bölcsőde mellett, hogy megvalósult ez a dolog. Az idén valósítottunk meg szintén korábbi pályázat, beadott pályázatból egy temetőben, ravatalozóban lévő hűtők, tiszteleti hűtőknek a felújítását, tehát oda is 6-3 személyes hűtő kerülve, ez is pályázati pénzből, és már az idén is dolgoztunk egy kicsit, mert pont az Andrássy kastélytól az úgynevezett Kossuth útig gyakorlatilag nem volt járda, vagy nem volt rendes járda kiépítve korábbi években, évtizedekben, ezért oda pályáztunk még az előzőbe járdaépítésre, és ennek a járdának a átadása most április 1-én zajlott le. És hát végső soron van még egy érdekes pályázatunk, ami szintén most van ügykezelés alatt. Minden településen van úgynevezett kiszolgáló egység, ami fenntartja a települést, és hát ebbe gépek, eszközök, emberek vannak, és hát nekünk eléggé leépült volt már az úgynevezett kézi szerszámkészlet a kis gépek, ezért adtunk be egy pályázatot, és ennek a pályázatnak épp most volt a múlt héten a testületi végső elfogadása, hogy kijelöljük azt, aki ezt a eszközöket szolgáltatja, illetve eszközökre megnyerte a kivitelezési lehetőséget. Hát akkor vannak tervek, meg már vannak eredmények is. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Számítunk önre a későbbiekben is. Nagyon szívesen máskor is, és reméljük, hogy együtt ünnepelhetjük meg az Andrássy kastélynak a újranyitását. Így legyen, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Megtartotta a rendes április ülését a Vármegyei Közgyűlés. A képviselők meghallgatták a rendvédelmi szervek tavalyi évről szóló beszámolóját, majd döntöttek egyes beruházások plusz forrás igényeiről is, valamint tárgyaltak a közelgő Vármegye napjáról is. Az ülésen részt vett Kerecsen József is. Elismerések átadásával vette kezdetét a Vármegyei Önkormányzat ülése múlt szerdán. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az ukrán háborúból menekülő, valamint a Kárpátalján élők megsegítésében kiemelkedő feladatot ellátó Szabóné Czap Andreát, a Tisza LTT igazgatóját, és Erdélyi Tatjánát díjazta bronz emlékéremmel. Szent György napja alkalmából pedig két rendőr, Bajusz Attila alezredes részesült ezüst, Túróci László címzetes főtörzs zászlós pedig bronz emlékéremben. Ezt követően beszámolók következtek. Farkas József vármegyei rendőrfőkapitány a 2022-es év közbiztonsági helyzetéről és a tavalyi intézkedések eredményeiről tájékoztatta a képviselőket. Farkas József kiemelte, a háború miatt a tavalyi ismét egy rendhagyó év volt. A vármegye rendőrállománya ennek ellenére is hatékonyan dolgozott. Jól mutatja ezt az is, hogy 1300-al csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a nyomozási eredményesség pedig a vármegyében 5%-kal jobb az országos átlagnál. Nos, ehhez természetesen sok minden kellett. Kellett a társadalomnak a fejlődése, a munkahelyek teremtése, kellett a rendőri munka, kellett az összefogás, a polgárőrség, az önkormányzatok, hogy talán jó úton haladunk, és hát továbbra is az a célunk, hogy ezt a közrendet, közbiztonságot fenntartsuk, egy biztonságos megyében lehessen élni, és lehetőleg ezeket a számokat tovább csökkentsük. Örömmel jelenthetem,
hogy a nyomozás eredményesség vonatkozásában, pedig az országnak nem a könnyített pályáján vagyunk, könnyített szakaszán, még így is 5% ponttal magasabbak vagyunk nyomozás eredményességben, mint az országos átlag. Azokban a kiemelt cselekményekben, mint például emberölés, vagy testi sértésekben rendkívül jó emberölésekben 100%-os nyomozati eredmény, felderítési eredményességgel dolgozunk, de egyébként is rendkívül jó felderítési eredményességgel dolgozunk, és mint ahogy korábban is említettem egyszer-kétszer, ebben a megyében jelentős súlyú kockázatú bűncselekményt, tehát jelentős kockázat nélkül nem lehet elkövetni. Mindent megtesznek munkatársaim, mindent megteszünk, hogy az elkövetőket, és sajnos az elmúlt időszakban is jó néhány frekventált ügy volt, a bíróság elé tudjuk állítani. Ezt követően a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója számolt be az elmúlt évről. Varga Béla előadásában kiemelte, tavaly 10%-kal több műveleti feladatuk volt a vármegyei tűzoltóknak, mint 2021-ben. Különösen a rendkívüli aszály okozta szabadtéri tüzek száma emelkedett meg szembeötlően. A tűzesetek számán belül meghatározó a szabadtéri tűzesetek száma rendkívüli mértékben megnövekedett, az elmúlt 5 év átlagához viszonyítva 74%-kal. A tűzesetek következtében 5 személy vesztette életét, 56 fő sérült meg, a megmentek személyek száma 7 fő volt. A műszaki mentések száma közel 30%-kal csökkent. 23 személy vesztette életét, 576 személy sérült meg, és 128 személyt mentettünk meg. A két beszámolót egyhangulag fogadta el a közgyűlés. Továbbra is jók a rendőrségi statisztikák, remélhetőleg az emberek, a szabolcsi polgárok, szabolcs-szatmár-beregi polgárok szubjektív biztonságérzete is ezt visszatükrözi, ezeket a statisztikai adatokat. Sokszor megfogalmaztuk, hogy javítható-e még ezek a statisztikák, hiszen bűnelkövetés sajnálatos módon a jövőben is lesz, ezek a emberi gyengeségek köztünk élnek. A katasztrófavédelmi igazgatóság is jó munkát végezett, ezt állapította meg a közgyűlés, mind a két tájékoztatót, beszámolót egyhangulag fogadta el a megyei közgyűlés. A képviselők ezután arról a tájékoztató dokumentumról is döntöttek, amely a vármegyei önkormányzat által tavalyi évben kezelt projekteket és a TOP, valamint TOP pluszos beruházásokat mutatja be. Sesták Oszkár azt mondta, a pályázatok menedzselése hatalmas feladat a megyeházán dolgozók számára. Erről is egy tájékoztatást kapott a megyei közgyűlés, hogy hány projektmenedzsmenti tevékenységben, milyen pályázati tevékenységben vesz részt a megyei önkormányzat, határon túl, határon innen topos programokban. Ez is egy kielégítő és biztonságos feladatellátást tesz lehetővé. 10 kollégánk dolgozik ezen a területen, ezen a szakterületen. Nagyon jó a hivatalnak a korstruktúrája, nagyon sokan 55 év alattiak, döntő részben 55 év alatti kollégáink vannak, tehát ez is egy megelégedésre számot tartó beszámoló volt, egyhangulag döntött erről is a közgyűlés. Sesták Oszkár a közgyűlésen bejelentette, idén is rendez vármegye napot az önkormányzat. Ennek helyszíne a történelmi emlékhelyé nyilvánított Szabolcs, dátuma pedig május 20-a, az 1992-es szabolcsi zsinat évfordulója lesz. A képviselők zárt ülésen döntöttek a vármegyenap díjazottjairól. Egy régi hagyományunk a megyenapnak a megünneplése, amelyet a szabolcsi zsinat évfordulójához igazítunk. Május 20-án lesz a szabolcsi zsinat jeles napi évfordulója, ami megyenap is egyúttal. Ezen a megyenapon szoktuk átletni a megyei kitüntető díjakat. Erről is döntött a közgyűlés. Nyilvánosságra is hoztuk, hogy kik nyerik el ezeket a kitüntető díjakat. Illetve hát azért is különleges ez a mostani megyenap, hiszen a szabolcsi zsinat évfordulóját, illetve az ehhez kapcsolódó történelmi emlékhelyeket, a szabolcsi földvárat és az ott lévő Árpád-kori református templomot történelmi emlékhelyé nyilvánította a Magyar Történelmi Emlékezet Bizottság. Ez egy nagyon különleges lehetőség, eddig megyében egy ilyen történelmi emlékhelyi státusszal rendelkező helyszín volt. Ez a Pócs-Petriben a Pócs-Petri események helye, az ottani egykori mostani polgármesteri hivatal, és a nemzeti kegyhelyünk pedig Mária Pócs. Ezeknek a sorába lép be immár történelmi emlékhelyként Szabolcs településnek ez a két jeles helyszíne. A múlt heti közgyűlésen két kivitelezés alatt lévő topos beruházás, a Kemecsei Református Bölcsőde és a Nagyhalászi Város Rehabilitációs Program költségnövekmény igényét is elfogadták a képviselők.
Együttműködési megállapodás kötött a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium és a Debreceni Egyetem. A közös munka oka az, hogy nagyon sok végzős vasváris diák folytatja tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Ezt a tendenciát szeretné erősíteni a két intézmény. Vendégem Kovács Ágnes, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium igazgatója. Kezét csókolom, köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Pontosan mi ennek az együttműködésnek? Igazából nem is együttműködés ez, hanem úgy indult, hogy elismerésnek a háttere. A Debreceni Egyetem átvizsgálta 2022-es tanévben a hallgatóikat, és azt vizsgálta, hogy a felvett hallgatók milyen magas pontszámmal és nyelvvizsgával rendelkeznek-e a belépéskor. Természetesen az is fontos volt, hogy az adott intézményből hány tanuló adta be a jelentkezését, és kezdte el a tanévet a Debreceni Egyetemen. Ezen szempontok szerint végighaladva 9 intézményt ismert el a teljesítmény alapján, és a 9 intézmény közül egy a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium volt. Ez nyilván egy jó visszaigazolás önök számára is. Ilyenkor elmondta, hogy miket vesznek alapul, gyakorlatilag ilyen jók a vasváris diákok? Ez azt jelenti? Hát én azt gondolom, hogy felkészítjük őket mind a közép, mind az emelt szintű érettségire lelkiismeretesen, megállják a helyüket. A felvételi pontszámaik, mint ahogy a Debreceni Egyetem is kimutatta, igen magasak, és ha bekerülnek az egyetemre, ők el is fogják azt végezni. Nagyon szívesen jelentkeznek a Debreceni Egyetemre is, ugyanis a diákjaink nagyon erősen kötődnek a szülői házhoz, és tulajdonképpen nincs messze a Debreceni Egyetem, tehát mindenképpen ez a közelség is vonza őket, természetesen a képzés, az oktatás magas színvonala is. Akkor ez egy együttműködési megállapodás is. Van-e valami, amit esetleg az egyetem tud a gimnáziumnak nyújtani, segítséget, bármilyen jellegűt? Ez az együttműködés, ez tulajdonképpen anyagi forrásban is megnyilvánult, tehát egy támogatási szerződésen keresztül jutunk olyan forráshoz, amelyet felhasználhatunk az egyetem kitétele alapján tehetséggondozásra, pályaorientációra és diákprogramokra. Hogyha már a felvételizőket nézzük, akkor inkább BTK, inkább TTK, hova mennek a vasváris diákok? Hát nem tudnám ezt így megmondani, ez változó, de rendkívül népszerű az informatika, rendkívül népszerű az egészségügyi kar, tehát az orvos, gyógyszerész, egészségtudományi kar, de nagyon szívesen jelentkeznek jogra, illetve bölcsésztudományi területekre is a diákjaink. Nyilván a vasváris diákok nem csak a Debreceni Egyetemre mennek, hanem máshova, és Nyíregyházi Egyetemre is, és máshova. És alapvetően mennyire szívesen mennek egyetemre tovább? Ugye szokták mondani, hogy az menjen gimnáziumba, aki aztán tovább akar tanulni. Gondolom ez hatványozottan igaz a vasváris diákokra is. Így van, tehát mindenképpen az a cél, hogy a hozzánk jelentkező diákok tovább tanuljanak. Nem csak a Debreceni Egyetemmel, a Nyíregyházi Egyetemmel is van együttműködési megállapodásunk, és elsősorban a Sporttudományi Intézettel, Környezettudományi Intézettel, de gyakorlatilag az ének tanszékkel is tartjuk a kapcsolatot. Nem csak a továbbtanulás tekintetében, hanem mentoráljuk azokat a tanárjelölt hallgatókat, mind a Debreceni Egyetemről, mind pedig a Nyíregyházi Egyetemről, akik bennünket jelölnek meg a tanítás színhelyéül. Jövő héten már érettségi, ilyenkor kicsit mindig ugye felfokozottabb a hangulat a gimnáziumokban. Készülnek a Vasváriban is már rá? Hát nagy az izgalom, nagy az izgalom. Egy nagyon nagy létszámú évfolyam ballag szombaton, a 9 órakor kezdődő ballagási ünnepségünkön 177 tanuló vállára kerül fel a tarisznya, és 177-en kezdik el a magyar érettségivel az érettségi vizsgák sorozatát, közép és emelt szinten egyaránt.
egyaránt. Ugye megszokhattuk sajnos az elmúlt években, hogy mindenféle korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni, most akkor ezektől mentes lesz már minden esetben. Olyan lesz, mint régen. Igen, visszaállunk a normál kerékvágásba, úgyhogy reméljük, hogy semmiféle probléma nem lesz, és nyugodt körülmények között vizsgázhatnak a diákjaink. Ugye nemrég fejeződött be a 100 éves nagy programsorozat a gimnáziumba. Még most június közepéig tartogat-e valamit az iskola, vagy szeptemberre készülnek-e valami különlegességgel? Hát még egy kis meglepetéssel készülünk, tehát május 12-én a városnapi programba mindenképpen szeretnénk bekapcsolódni egy várostörténeti kvízzel, úgyhogy megjelenünk a városnapon is, de tulajdonképpen a következő tanévre is már előkészülünk, tehát a tantárgyfelosztás, illetve hát a kollégáknak a biztosítása a megfelelő oktatási színvonal érdekében ezek az előkészületek már zajlanak. Még egy fontos különlegessége van a Vasvárinak, ugye ez a honvédelmi képzés. Ez mennyire vált be, hogy látja, milyen népszerű? Az első évfolyamot iskoláztuk be ebben a tanévben, és nagyon szép tanulmányi eredményt mutatnak, így egy év után ezt már ki lehet jelenteni. Megnövekedett a jelentkezők száma is, és nagyon jó tanulmányi eredménnyel tudtuk a következő tanévre is beiskolázni a honvéd kadétokat. Bírják fizikálisan is, azt tudja, azért mégiscsak egy ilyen katonai napi rendszerint élnek? Én úgy gondolom, hogy abszolút nem probléma. Mentálisan és fizikálisan is felkészültek erre a vonalra, úgy gondolom. Ugye szeptembertől, ahogy mondta, nagyon szép száma jelentkeztek új elsősök is, vagy akik kezdik majd a gimnáziumot. Melyik az a tudományterület, amely leginkább népszerű a Vasváriban? Hát nagyon megnövekedett a jelentkezők száma a természettudományi tagozatra, nagyon magas a felvételizők létszáma a haladó angolra, és kiemelkedik még a sorból az informatika, és a kezdő angol. Ebből most két csoportot fogunk indítani. Igazgatónak köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, és azt remélem, hogy egy gyümölcsöző kapcsolat lesz a Debrecen Egyetemmel is, és akkor tényleg a diák oda tud menni, ahova éppen szeretne, ahol ezt a képzést indítják, amit ő szeretne. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!